Éves közgyűlését tartja a Tojásszövetség. A tojástermelők, feldolgozók és csomagolók az Európai Unió országaiból érkeztek, hogy megvitassák az őket érintő legfontosabb kérdéseket. A legnagyobb problémát most a ketrecváltás utáni helyzet jelenti. Nagyon sokan beruháztak, nagyon sok pénzt öltek az új technológiába. Ez gyakorlatilag képtelenség visszahozni ezt a pénzt, mert annyira alacsony az ár. Túltermelés van ma az egész Európai Unióban, és minden országban gyakorlatilag önköltség alatt kell, hogy árusítsák a tojást a termelők. A közgyűlésen szó esik a nem uniós országokkal folytatott tárgyalásokról és állatjóléti kérdésekről is. A Tojásszövetség szerint ahhoz, hogy több tojás fogyjon, jobb marketingre és átláthatóbb árképzésre van szükség. Ezért április második felétől az áruházláncokat például arra kötelezik, hogy a darabár mellett feltüntessék a kilós árat is. Nem is annyira olcsó az az olcsó, amit én darabáron látok. Ha csak végig gondolja azt az embert, hogy ha én veszek 10 darab emmes tojást, akkor legalább 12 kisméretű tojást kell venni ahhoz, hogy ugyanannyi rántottát, vagy tortát, vagy bármit kapjak a végén. Ezzel együtt Magyarországon még mindig sokan keresik az SS, azaz a legkisebb méretű tojásokat. A szövetség azt szeretné elérni, hogy ezt a tojást kivonják a hazai piacról. Nem csak a termelőknek a ellehetetlenülése folyik, ezen kívül, mivel ez egy ipari alapanyagként megvásárolható a nyugat-európai országokba, olcsón, és ez itt egy dömpingáruként kerül be, nagyon sokszor ellenőrizetlen módon. Az ágazat szerint fontos, hogy a tojás az Unióban mindenhol az alacsonyabb áfa osztályba kerüljön, de együttes fellépésre van szükség annak érdekében is, hogy az Európai Unió a szója kiváltására engedélyezze a kergemarhakor miatt korábban betiltott húsliszt etetését. Ezt Magyarországon is előállíthatnák, így olyan takarmány összetevőjét lehetne kiváltani, amit itthon nem tudnak megtermelni.